Kicsoda Mary és Marilyn Schmidt a Five Nights at Candy's-ben. Mary a történet főszereplője, aki nagyon szeretett a Patkány és a Macska színházba járni, ahol később szemtanúja volt két ember meggyilkolásának és egy balesetnek. Ezek traumát okoztak neki és pszichológushoz kellett járnia. A doktor meggyőzi, hogy harcoljon a szörnyekkel és egy hét alatt meg is szabadul tőlük. Már felnőttként 1987-ben elkezd dolgozni az akkor már Candy Burgere és Gyümölcsei nevű étteremben. Ott ismét szemtanúja lesz két gyerek meggyilkolásának, a hétvégén pedig kirúgják valószínűleg pont ezért. Marilyn Schmidt, Mary Schmidt lánya, 2007-ben elveszít egy fogadást a barátaival szemben, ezért el kell tölteni 5 éjszakát az elhagyatott animatronik gyárban, ahol az étterem történetének maradványai vannak életveszélyes animatronikok személyében. Marilyn túléli az 5 napot, de a hétvégén leég a gyár, Marilyn sorsát nem tudjuk.